A NATO tagállam Lengyelország haderejének erősítése, fejlesztése volt a fő téma a NATO főtitkár és a lengyel elnök tárgyalásain Varsóban. Jens Stoltenberg azt mondta, a NATO erőket mozdíthatóvá kell tenni. A lengyel hadsereget ki kell emelni a komfortzónából, el kell indulni, ki kell mozdítani a katonákat. A lengyel kormányfővel tartott sajtótájékoztatóján mindenről annak apropóján beszélt a Katonai Szövetség vezetője, hogy az elmúlt napokban az eredeti aláírók, az Egyesült Államok és Oroszország is kihátrálni látszik az INF szerződésből. Vagyis a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris rakéták megsemmisítéséről szóló szerződésből. A szerződés az európai biztonság alapját jelenti évtizedek óta, mondta a NATO főtitkára. Oroszország az SST-8 elnevezésű rakétákat telepíti, amelyek hordozhatóak, nehezen felderíthetőek, atomtöltettel felszerelhető rakéták, amelyek megtámadhatják az európai városokat, miközben nagyon rövid a riasztás ideje. A NATO főtitkár úgy látja, fel kell készülni az INF nélküli világra több orosz rakétával. A két politikus szerint a következő években ez a téma fogja meghatározni a lengyel hadsereg és a NATO együttműködését. A lengyel elnök szerint ezt lehet nevezni erősítésnek, bővítésnek, azon képesség biztosításának, hogy az Észak-Atlanti Szövetség képes legyen válaszolni az előtt álló kihívásokra.